nyári és színházi szünet véget ért, bár a Magyar Szlovenská Székháza nem közszínházként van bejegyezve, ám mégis teátrumi előadásokat is színre visz. A vendégelőadásokon kívül komáromi előadásokat is láthatunk itt. Az új idénre készülünk, igyekszünk technikusainknak jobb feltételeket teremteni. Kábelezünk is, ami fontos, újra felfuttatjuk a dramatyákot. Remélem sikerül befejeznünk a Hamupipőke és a Kövéregér című darabot, melyre a gyerekek elhozhatják szüleiket is. Ez ugyan gyermekmese, ám van mondani valója a felnőtteknek is. A vendégelőadók közül a Vince házaspár komáromi látogatása is sokakat vonz majd. Ellátogat hozzánk Adela a férjével, Viktorral, kitűnő előadással érkeznek, Vonatok indulása címmel. Az ország azon kevés színházai közé tartozunk, melyeknek sikerült megszerezniük őket. Novemberben jönnek Komáromba. Lesz Fiha, Tralala koncert, és a Rebellisek is egy új darabbal készülnek, mégpedig karácsonyra, mivel a legutóbbi darabunk olyan nagy sikert aratott, hogy egy hasonló előadást szervezünk, amely laza folytatása lesz az előzőnek. Talafat ki a címe. És hadd szólítsa meg azokat a komáromiakat, akik kedvelik a népművészetet, a néptáncban rejlő humort, hogy jelentkezzenek a Rebellisek soraiba, találunk számukra valamit. Nem kell táncolniuk, edzésre járniuk, csupán néhány próbára. Találhatunk számukra néhány kisebb szerepet ebben a csodálatos darabunkban. December 22-én lesz a bemutató. Míg ezen a héten a dramatyák diákszínpad soraiba kerestek tehetséges tagokat a válogatón, addig szintén itt a székház falai között az aktív, állandóan leterhelt felnőttek számára is készülnek valamivel. Kitűnő kulisszásaink, díszlettervezőink, kosztümeink és működő színházunk van. Miért ne használjuk ezt ki? Így hát eszembe jutott, alapítunk egy önkéntes társulást, egy évig felkészítem az embereket a színházi előadásra, majd egy igazi jó darabot hozunk össze. Ha találunk embereket, akik hajlandók a vezetésem alatt dolgozni, akkor megpróbálhatnánk, nekivághatnánk. Még nem tudom pontosan, mi lenne az, a jelentkezőkön is múlik, de biztosan születne egy világra szóló darab. Most hát azok figyeljenek, akik munkájuk után vagy a gyermekektől egy kis elszakadva aktív pihenésre vágynak, s megmutatni tehetségüket a színpadon. A válogatás szeptember 14-én pénteken lesz este 17:30, és ebben az időben tervezzük a próbákat is, azaz mindig munkaidő után. Eleinte úgy 3/4 évig csak 2 hetente egyszer találkoznánk, hogy elsajátítsuk a színpadi nyelvezetet, megmutassuk, hogyan elemezzük a művet, felkészülnénk az előadásra. Egy évre előre megadjuk a tervet, melyhez mindenki alkalmazkodhat egy kicsit, és így 1-1.5 év múlva megszülethet a mű, melyet nálunk mutatnánk be. És ez még nem minden, hiszen a munkába hivatásos színészek is bejelentkeztek, mégpedig neves előadók. Azt szeretnénk, hogy legyen köztünk 1, maximum 2 hivatásos színész, hogy egy szintet feljebb léphessünk. Most még nem árulhatok el neveket, nem lenne fér dolog, de a legprofű színházak tagjairól van szó, a legmagasabb ligából. Néhány próba együtt zajlana, a főpróba is, majd valamennyi előadás. Már csak az újonnan alakuló, elhivatott embereket tömörítő komáromi formáció nevét kell kitalálni, akik elvarázsolják a nézőket.